Üdvözöllek! Vizsgáljuk meg a 0-0 egyensúlyi pont stabilitását az x pont egyenlő 3y minusz x, y pont egyenlő minusz 2x minusz y rendszerre nézve. Legyen az x vektor, az az xy pár, az f függvény pedig a 3y minusz x minusz 2x minusz y. Ekkor az egyenletrendszer x vesző egyenlő fx alakban írható. Legyen a Lyapunov függvény ax négyzet plusz by négyzet, ahol a, b pozitív. Ekkor a v pozitív definit. A gradiens vektort könnyen fel tudjuk írni. Amit, hogyha felhasználunk, akkor kapjuk, hogy a Lyapunov függvénynek az f függvényre vett deriváltja, ami nem más, mint a gradiens vektor skálásan szorozva az f-fel, kis számolás után ezt a kifejezést kapjuk. Ahhoz, hogy itt az xy tag eltűnjön, tehát hogy itt az együttható nulla legyen, válasszuk úgy az a-t, hogy az legyen 2, a b pedig legyen 3. Ebben az esetben a Lyapunov függvénynek az f függvényre vett deriváltja, az nem más lesz, mint mínusz 4x négyzet mínusz 6y négyzet, ami negatív definit. Ezért az elmélet szerint akkor a 0-0 pont, tehát az origó, az aszimptotikusan stabil. Keresünk első integrált, és ábrázoljuk a fázisképet az xy síkon. Válasszuk szét a változókat. Tegyük fel, hogy a nevező nem nulla. A jobb oldalak egyenlőségéből következik, hogy a bal oldalak megegyeznek, amit tudunk ilyen alakban továbbá átalakítani. Mivel a 2x plusz y derivált az nem egyezik meg a 3 minusz yx deriváltal, ugye itt x szerinti derivált, itt y szerinti derivált van, ezért ebből következik, hogy az egyenlet nem exakt. Osszuk le a 2x négyzet meg 3y négyzettel az egyenletet. Az, hogy ez lesz a célszerű, ezt a Maple szoftver segítségével lehetett meghatározni. Ez az egyenlet már akkor exakt lesz. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan nagy F függvény, hogy az x szerinti parciális deriváltja ez a tört, az y szerinti parciális deriváltja pedig ez a tört. Az első egyenletet integráljuk x szerint. Ismét használva a Maple szoftvert, azt kapjuk, hogy az fxy így írható fel, tehát logaritmus, itt pedig arcus tangens szerepel, valamint egy plusz konstans, ami függhet az y-tól. Helyettesítsük ezt be a második egyenletbe. Ebben az esetben azt kapjuk, hogy ez a 3y minusz x per 2x négyzet meg 3y négyzet, ez egyenlő 3y minusz x per 2x négyzet meg 3y négyzet plusz c vesző y. Tehát a c vesző y az nulla, ami tehát azt jelenti, hogy a cy az egy konstans. És ugye az exakt differenciál egyenleteket, amikor megoldjuk, akkor ezt a konstanst választhatjuk nullának. Tehát az fxy az így néz ki. Az első integrált pedig úgy kapjuk, hogy ezt egyenlővé tesszük c-vel, ahol a c az egy tetszőleges valós szám lehet. Rajzoljuk ki, bal oldalon látjuk, tehát hogy az xt, yt, hogy változik az idő függvényében, itt pedig látjuk a fázisképet. Tehát ez azt jelenti, hogy itt elindulunk egy pontból, akkor ez így kicsi spirálozódik, de oda szépen oda konvergál az origóhoz. Kicsit távolabbi pont, lehet, hogy egy kicsit nagyobb,
meg többször megkerüli az origót, de az is az origóhoz fog konvergálni.